Sziasztok! Tökéletes! Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy család. Pityu gazda az egyik nap felkelt, és úgy döntött, hogy óriás tököt fognak termeszteni. El is mondta a családjának. Miután az óriás tök megtermett, nem is tudta, hogy mit évő legyen vele. Szakmámat tekintve környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok, és valóban nem áll így távol tőlünk ez a történet, de onnan ered, hogy ajándékba kaptunk egy kedves ismerősünktől egyszer egy szemmagot, és megpróbálkoztunk vele. De igazán még nem is nagyon tudtuk, hogy mi is ennek a titka, csinya, binya, csak elültettük a kis palántát, és akkor megláttuk, hogy mi lesz belőle, és 80 kiló lett az első, amit sikerült végül leszednünk a tőről. Pityu gazda árult el nekem és a kedves nézőinknek, hogy hogy nőhet ekkorára egy tök. Az, hogy hogy nőhet ekkorára egy tök, annak nagyon sok összetevője van. Tehát először is kezdeném onni, talán, hogy egyáltalán bele kell egy picit habarodni, egy kicsit őrültnek kell lenni, hogy valaki egyáltalán ezzel foglalkozzon, hogy a létező szabadidejét tökkel foglalkozzon. Az első szerintem az mindenek előtt egy jó genetika, megfelelő talaj, megfelelő hőmérséklet, csapadék, egy gazda, és minden találkozzon mindenkivel, és akkor talán még egy jó nagy adag szerencsés kell ahhoz, hogy megfelelő méretűre nőjön a tök. Eleve volt egy kis baleset a szezon elején kiültetés után. Azaz? Egy szél, nagy szél volt, és eltörte a kiültetett tököt. Nem volt itos, úgymond nem voltunk ketten itt a feleségemmel, és eltört a főszár, gyökérnyaknál eltört, és Annácska anélkül, hogy bárki mondta volna neki, tehát ő megragasztotta, cellux-szal összeragasztotta. Tudom, hogy ez aki gazdálkodik, az magától értetődő, de azért kisgyereknél talán ez. Igen. Ez hát Anna úgy érezted, hogy akkor tenni kell, ugye? Igen. De megijedtél, hogy akkor nem lesz majd ilyen szép nagy óriásnak, amit el lehet vinni a tökmérésre? Először nagyon megijedtem, de miután elkezdett nőni, utána egyre jobban megnyugodtam, hogy csak sikerül, csak menni fog. Azt tetszett mondani, most ennyi műhelyi titkot elárulhatunk a nézőknek, igen, hogy ahányszor kérdezem, annyiszor eltetszik sírni magát. Valóban. Mégis adásba kerülhet, hogyha úgy történik? Hát nézze, igen, ilyen bőgőgép vagyok, nagyon büszke. Nagyon a családra. Jön a mai adásunk legfontosabb vágóképe, a vágás. Azt hiszem, hogy akkor István, ez a te feladatod. Nem csak idén, hanem minden évben is, nem? Minden évben, igen, igen, igen. Tehát mindig rám hárul ez a megtisztelő feladat, úgyhogy bízom benne, hogy most is sikerül. És egy nagy tavus, gyerekek! Ez sikerül. Egy ilyen nagyra megnövő tök, ez egy valóban olyan, mint egy mese, egy kis álom. És amikor a gyerekei kis részesei lehetnek ennek az álomnak, én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek mosolyt csal az arcára, és boldog pillanatokat tudunk ezzel okozni. A család az egyik tököt elvitte az oldalba, hadd örüljenek ott neki a gyerekek. Yeah.
látom, hogy elég hamar sikerült a gyerekeknek ezt birtokba venni, nem? De ez minden évben így szokott lenni. A gyerekek igen, minden évben nagy örömmel köszöntik ezt az óriás tököt. Ebből már hagyományt csináltunk szintén, mert hogy negyedik éve kapjuk ezt a tököt minden ősszel, és itt díszeleg az ajtónkba, és készülünk is erre az alkalomra. Tökös versenyeket csinálunk, tök súlyemelő, tök talicskázó, tököt faragunk. Úgy látom, csúszdaként funkcionál. Igen, a gyerekek nagyon kreatívak, nagyon ötletesek, és mindig úgy találékonyak, és azt találják ki az adott dolgokból, mint itt is, hogy csúszdáznak rajta, és fényesre koptatják a felületet, de egyébként nagyon jó fotóhelyű is szolgál, hiszen a szülők többsége mindig készít. Készül egy szelfi. Így van, minden évben készül szelfi. Tavaly próbálkoztunk is ennek a szaporításával, hiszen kaptunk palántokat, és lent a saját kertünkben, az Ovi kertjében szerettünk volna nevelni, de ez nem ment úgy, hogy inkább ezt meghagyjuk Istvánnak, aki már bebizonyította hosszú évek alatt, hogy neki ez szenzációsan megy. És egy gasztronómiai kérdés nem feltenni, hogy óriás tök is van, vagy tök főzelék is van? Tök főzelék is lesz a jövő héten, tök főzelék is lesz egy napon az ebéd, amit elértünk odáig, hogy hála jó Istennek a gyerekek többsége azért már szívesen megeszi és elfogyaszt, és sültök is lesz majd. Az a kacagás, amikor ők kijönnek, és óvónéni ráülhetek, és odaállhatok, ez mindennél többet ér számunkra. Én is, mint szülő, ezt az érzést ismerem, mikor látom a gyerekek arcán az örömet. Külön öröm számomra, hogy mindig sikerük van, a család is összetart ezzel kapcsolatban, hogy mindenki végzi a dolgát, a rá szabott dolgokat. A másik tököt nem tudták, hova vigyék, de Pityu gazdának támadt egy ötlete, hogy vigyük el az állatkertbe, ott majd megeszik az állatok. Ki az, aki ehet ilyen étket? Nyilván nem az oroszlán, mert ő inkább minket enne meg, hogyha bekerülnénk oda, nem? Igen, itt a Nyíregyházi Állatparkban több mint 500 faj, 5000 egyedéről gondoskodunk nap mint nap, és hát igen, az 5000 állat közül rengetegen szeretik a sütőtököt is, éves szinten több mint 200 mázsát etetünk belőle, úgyhogy nagyon örülünk, és számunkra megtiszteltetés, hogy ezt a tököt megkaphattuk, és mai nap szerintem az egészet el is fogják fogyasztani az állataink, főleg a patások kapják, nagyon szeretik a majmok, a papagájok, úgyhogy több állat fog belőle részesülni. Horváth Jászmin, gyere királylány! Nagyon szeretik az állatokat, és a Nyíregyházi Állatparkot is nagyon szeretik, többször voltunk már itt. Így szerintem számukra nem volt kérdés, hogy hová is kerülhetne még egy nagyobb bacska tököcske. És így döntöttünk úgy, hogy megkeressük a Nyíregyházi Állatparkot, és akkor felajánljuk neki a tököt. Mire számíthatunk most? Mi a haditerv? Hát mindenki rakja keresztbe az ujját, hogy döntsenek úgy, hogy feljönnek hozzánk. Itt a látogatók testközelből láthatják a madagaszkári makiainkat. Ez egy hím csapat. Akik szemlátomást szívesen falatoznak a levelek itt óriás tökből. Igen, vannak nálam a tökből is darabok, ti is tudtok nekik adni. De a természetben zöldséggyümölcsel táplálkoznak. Már 7:30-tól azon dolgozunk a több mint 60 állatgondozóval, hogy mire 9-kor nyit az állatpark, az állatok nagy része már megkapja a napi takarmányát. De most ezzel a tökkel plusz kedveskedünk egy pár fajnak. Sejtettétek, hogy ott jó helyre kerül, azért lesz, aki elfogyasztja ezt az elemózsiát? Biztos voltam benne. Eleve a gyerekeknek is nagyon ez volt a második olyan vágyuk, hogy olyan helyre tudják adni, ami nekik amúgy is az állat a szíve csücske, tehát abszolút én is úgy gondoltam, hogy a gyerekek mellett még az állatoknak is kedvezzünk.
Dori, mit láttál Pityu gazda arcán? Én úgy láttam, hogy nagyon boldog és nagyon büszke erre, hogy azt, amivel ő dolgozott, ami az életének egy büszkesége a gyerekekkel együtt, hogy eljuttathattuk ilyen helyre, akár ha csak az óvodát említem és a gyerekek mosolyát, akár az állatkertbe, az elefántok, hogy jól laktak, én úgy láttam, hogy ő nagyon örül és nagyon büszke. Különböző magok vannak, nem biztos, hogy ugyanolyan eredményt fogunk elérni minden egyes dongából, kinyert magból. Ez nagyon-nagyon összetett és nagyon nehéz, de hát mindig igyekszünk is. Meg rengeteg simogatás, szeretet, beszéd, a gyerekek ezt mindet tudják nekünk biztosítani, úgyhogy... Netán már te is beszéltél ehhez a tökhöz? Mit mondtál neki, ha igen? Hát az titok, mert az én itt akkorára, de igen, tehát minden nap meglátogatja, minden nap nézi, méregeti, aztán eltűnődik azon, hogy vajon nőtte a tegnapi naphoz képest, van-e rajta valami sérülés, mert állandóan azt keresem, hogy nehogy bármilyen külső sérülés legyen rajta. És bízom abban, hogy talán a szerencsé is meglátogat bennünket, hogy egy picit nagyobbra nő, mint amennyire a tavalyi évben volt. Belehabarodtál? Lehet azt mondani, igen. Igen. Bele. Pityu gazda nagyon elégedett volt. Úgy döntött, jövőre még nagyobb tököket fog termelni. Aki nem hiszi, járjon utána. Ez most véget ért, ahogy a filmünk is. Forog. Hangforog 20. Csap. 20. Forog. Oké, okay, forog. Hangforog 18. Hangforog 19. Csap. 19. A család... Mindjárt van. Jó kezdted. Csak még nem szóltam. A család az egyik tököt elvitte az óvodába, hadd örüljenek ott neki a gyerekek. Nagyon jó volt, hát picit nem néztél volna rám. Nagyon jó, én megálltam gyerekek. Hát az baj. Tökéletes. Ennyi. Milyen?